Késő estig még előfordulhat záporos csapadék, majd szép lassan szétesik a felhőzet, és mindenhol kiderül az ég. Eközben az éjszaka második felében délkelet felől felhősödés kezdődik, hajnalban pedig már a csapadékhajlam is megnövekszik. Az északi szelet továbbra is sokfelé kísérik erős, olykor viharos lökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 1 és plusz 3 fok között várható. Kedden az ország északnyugati felén napos, gomoly felhős, délkeleti felén felhős, borongós idők körvonalazódik. Keleten, délkeleten kisebb eső, havas eső, helyenként havazás is előfordulhat. Az északi, északkeleti szelet sokfelé erős, északkeleten és nyugaton viharos lökések kísérhetik. Zalában is fagyosan indul a reggel. Kezdetben mínusz 1 fokot mérhetünk, a legmagasabb hőmérséklet pedig 5 fok lehet. Napközben gyengén felhős időre van kilátás. A folytatásban. Szerdán hajnalban az ország nagy részén fagyra kell számítani. Napközben a felhők lesznek túlsúlyban, de számottevő csapadék nem várható. Néhol fordulhat elő gyenge havaseső, hószálingózás. Hosszabb napos időszakok nyugaton, északnyugaton és délután északkeleten lehetnek. Többfelé szeles marad az idő. Csütörtökön északkeleten fordulhat elő vegyes halmazállapotú csapadék, nyugaton, délnyugaton viszont sokat süthet a nap. Az északnyugati szél a Dunántúlon többfelé erős lehet. Hajnalban még mindig többfelé fagyhat. Péntektől fokozatosan enyhülhet az idő.